Máté evangéliuma, 4. fejezet, 18. verstől a 22-ig olvassuk. Amikor a Galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyukat, és követték őt. Foglaljunk helyet. Nagyon sok mindent hallottunk már ma, beszámolókat, bizonyságtételt, és szeretném, hogy most tudnánk Isten igéhez fordulni. Van egy vetítés is, ami remélhetőleg mindjárt megjelen, igen. Ma délelőttünknek a témája az emberhalászat lesz. Látjuk ezt a képet, ahogy a halászok kidobják a hálót azért, hogy valamit fogjanak. Nagyon érdekes dolog ez a kifejezés, hogy emberhalászat. Jézusnál jelenik meg, amikor elhívja a tanítványait. Mostában sokat beszéltünk arról a gyülekezetben belül is, a ifjúsági órákon is arról, hogy mi a gyülekezet, hogy a gyülekezet nem önmagáért van, hogy a vasárnapi alkalom csak egy nagyon kicsi szelete annak, hogy mi keresztények vagyunk, hogy nem ez az egy nap, ez az egy délelőtt, ez a néhány óra határoz meg minket. Ez egy kicsi százalék, egy nagyon fontos része a kereszténységünknek, hogy eljövünk és együtt vagyunk, de a hét többi napján igazából akkor jut kifejezésre ez az emberhalászat. Hogyha ezt nem látjuk tisztán, akkor elveszítjük a funkciónkat. Gondoljunk csak akár arra a zongorára ott, hogyha valaki ezt hazavinné és étkező asztalként használná. Lehet, hogy nem működne túl jól, de lehetne rárakni tányérokat, lehetne széket húzni mellé, de hogyha egy zongora művész megnézné, lehet, hogy a könny kicsordulna a szeméből, mert fájna neki, hogy ez a zongora nem tölti be a funkcióját. Vagy nézzük meg ott az egyik mikrofont, hogyha onnan én leveszem, hazaviszem, és egy könyv támaszként üzemel otthon nálam. Lehet, hogy megtartja a könyveket, lehet, hogy néha leesik, de egy hangtechnikus, hogyha ránéz arra a mikrofonra nálam, akkor fogja majd a fejét, hogy hát ez közel sem erre való. Ugyanezt érzem akkor, mikor a gyülekezet nem tudja betölteni a funkcióját, és nem azokért van, akik még nem a gyülekezet, hogy működik, mint egy zongora és asztalként, de nem az igazi. Szeretném, hogy ma tudnánk ezzel a témával foglalkozni, az emberhalászattal. Ugyanis Jézus sosem csak keresztényeket hívott, hanem mindig tanítványokat. Mindig szolgálatra hívott minket, emberhalászatra hívott minket. És úgy hiszem, hogy akik itt vagyunk, ott van bennünk a vágy, hogy bennem van egy olyan vágy is, hogy ez működjön, de ez nem nagyon akar, akkor megkérem a technikusokat, hogy segítsenek onnan léptetni. Most már jó lesz, azt mondják. Így van. Ott van bennünk egy vágy, hogy elmondjuk mindazt, amit kaptunk Istentől. De aztán megjelenhet egy kérdés, na de hogyan? Röviddel, hogy megtértem, egy hatalmas vágyat éreztem a szívemben arra, hogy továbbadjam mindazt, amit kaptam Istentől. De ahogy a nagy lendülettel megindultam, hogy akkor én most elmegyek és mindenkinek elmondom, beleütköztem abba a kérdésben, na, hogyan. Volt előttem egy kép, mondjuk egy Billy Graham, hogy nekem ilyennek kellene lennem. Ki kell állnom az egyik utca sarokra, egy Bibliával a kezembe, és hirdetni az embereknek. Ha ezt nem teszem, akkor nem vagyok jó keresztény. Mit értem el ezzel? Azt értem el, hogy lelkismert furdalásom lett, vádlás lett a szívembe, állandó kudarcaim voltak, hogy nem lettem Billy Graham-mé, és még ma sem vagyok az. De Isten megmutatta nekem azt, hogy ő nem arra hívott el engem, hogy én legyek a második Billy Graham, arra hívott el, hogy az legyek, akivé ő teremtett. Szeretném, hogy a Bibliából meg tudnánk nézni néhány személyt, szám szerint ötöt, akiket Isten kiváltképpen használt arra, hogy terjedjen az örömhír. De érdekes lesz azt meglátnunk, hogy nagyon különböző módokon használta őket. Egyik sem volt olyan, mint a másik. Teljesen másféleképpen használt őket Isten. Bill Hybels, a híres
lelki pásztor, amerikai gyülekezetnek a pásztora gyűjtött össze nagyon sok ilyen modellt, én csak ötöt szeretnék ezek közül megnézni. Az első, látjuk a képet, Péter. Péter, akiről annyi mindent tudunk, aki ott kiszáll a csónakból és rálép a vízre, és általában ugye eljutunk oda, hogy hát ez a Péter elsüllyedt, mert nem Jézusra nézett végig, és kicsit úgy leírjuk magunkban, de korán se felejtsük el, hogy ő volt az egyetlen, aki kiszállt a csónakból. Péter egy nagyon lendületes, nagyon temperamentumos ember volt, és szeretnék egy kis igét olvasni abból, ahogy ő hirdette Isten igéjét. Az apostolok cselekedetei második fejezetébe találjuk a pünkösdi beszédét, ami kicsit lerövidítve, de így kezdődött. Zsidó férfiak, Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek a szavamra. Jézus, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Még ha csak halkaban is olvastam, de érezzük benne a lendületet. Érezzük azt, hogy ő kiállt a tömeg élére, és azt mondta, hogy na ide figyeljetek! Mindenki, aki itt van, hallgassatok rám, én most megmondom nektek az igazságot. Ez Péter volt. És mit olvasunk? Tömegek jöttek az Úrhoz, és kérdezzük, hogy mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk. Hatalmas ébredés történt Péter által. Isten használta őt. Használta azt a jellemet, ami neki volt. És senkit se lehet behatárolni egy keretbe, hogy te csak ilyen vagy, te csak olyan vagy, de lehet, hogy magadra ismersz most, hogy te az a típus vagy, aki kiállsz emberek elé, és megmondod, hogy na ilyen figyelj, a te életed most a pokol felé halad. Én megmondom neked a megoldást, figyelj rá, mert Jézus a megváltó. Lehet, hogy ez valakitől nagyon messze áll, és ha fegyvert szegeznének a fejünk, az akkor se tudnánk így kiállni emberek elé, de lehet, hogy te olyan vagy, Isten olyannak teremtett, hogy ez közel áll hozzád. Ezt a típus hívják a konfrontálódó típusnak. Ha tovább megyünk egy kicsit, látunk egy képet, valaki így ábrázolt a Pál apostolt, hogy éppen a szentírásokat tanulmányozza és levelet ír valamelyik gyülekezetnek. Szeretnék tőle is olvasni. Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, melyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Érezzük Pál apostolnak a nagyon mély tudását, azt a módot, ahogy ő megtalálta azt a hidat, hogy az emberekkel kapcsolatot teremtsen. Ő nem az volt, aki kiállt oda, és megmondta, hogy ti mind butaságot tesztek, mi ez a sok Isten, kivel a kukába, hanem úgy kezdte, hogy intellektuálisan, nagyon bölcsen odament érvekkel, és megtalálta azt a pontot, ahol tudott az emberekhez szólni. Látjuk, hogy ő már nem olyan, mint Péter, egy kicsit más, de mégis Isten megáldotta az ő munkáját. Emberek megtértek, és emberek követték Jézust. Párról nagyon sokszor olvassuk, hogy elment a zsinagógába, és vitatkozott a zsidókkal, elment a pogányokhoz, és bebizonyította, hogy Jézus a megváltó. Lehet, hogy most ismersz magadra, hogy én inkább erre hajlok. Én egy olyan típusú ember vagyok, aki szeretem a vitákat, szeretem érvekkel bizonyítani azt, amit Isten megmutatott nekem. Ha ilyen típusú ember vagy, akkor mindig felcsillan a szemed, mikor egy hitetlen kérdez tőled Istenről dolgokat. Olyan kéréseket, hogy tegyük fel, mi lenne akkor, ha szereted ezeket a kéréseket, és szeretsz vele vitatkozni, mert ott van benned a tűz, hogy elvezesd ezeket az embereket az Úrhoz. Nagyon fontos látni, hogy Pál apostol mennyire bölcsen, ismerve az írásokat tudta ezt a munkáját végezni. De menjünk tovább. Egy vak ember, akit Jézus meggyógyított. Amikor oda mentek hozzá, hogy mit tudsz te erről a Jézusról, egy nagyon-nagyon tömör, de talán az egyik legjobb bizonyság, amit valaha hallottunk. Tudjuk, hogy mit mondott? Annyit tudok, vak voltam, és most látok. Lehet, hogy nem szeretsz vitatkozni emberekkel, nem szeretsz érvelni. Lehet, hogy távol áll tőled, hogy kiállsz tömegek elé, vagy az utcasarokra, de ennyit el tudsz mondani az embereknek, hogy figyelj, én vak voltam, és most látok. Rá tudok mutatni arra a Jézusra, aki ezt velem tette. Többet ne kérdezz tőlem, nem fogom neked tudni elmagyarázni hosszú-hosszú érvekkel mindent, de szeretném neked ennyit elmondani, hogy az életem céltalan volt, és most Jézus megtalált. Hogy boldogtalan voltam, és most boldog vagyok. Hogy reménytelenségben éltem, és most reményem van. Ez egy csodálatos bizonyságtétel. Engem is nagyon sokszor megérintettek az ilyen egyszerű mondatok, mikor az egyik barátom ennyit mondott, hogy tudod, Barnus, én
Isten nélkül éltem, szomorú voltam, nem találtam az élet értelmét, és most megtaláltam. És ezzel nem lehetett vitatkozni, itt nem lehet érvelni, hiszen ő azt mondja, hogy megtalálta. Ez az ember a bizonyságtevőnek az egyik típusa. Menjünk tovább, még kettőt szeretnék megnézni. Ez a samáriai asszony a kútnál Jézussal beszélget. Róla azt találjuk, hogy ő a hívogató volt. A János 4-ben találjuk a történetét, mikor meggyőződött arról, hogy akivel beszélget az a messiás, mit tett ez az asszony? Így van. Visszament az övéi közé, hadd olvassam fel. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Ez az asszony nem érvelt, nem tett nagy bizonyságot, de annyit el tudott mondani, hogy tudjátok, én megtaláltam valakit, gyertek velem. Olyan nagy szükség van az ilyen hívogató emberekre, hogy hívogató emberek legyünk. Hogyha más nem is tudunk valakinek mondani, csak annyit, hogy annyira jól éreztem most magam a gyülekezetbe, szeretném, ha eljönnél a következő alkalomra. Nem tűnik olyan mély lelki dolognak egy meghívás. De el se tudjuk képzelni, hogy a gyülekezeteknek hány százaléka olyan emberekből áll, akit valaki egyszerűen meghívott. Annak idején a szakdolgozat kapcsán vizsgáltam egy gyülekezetet, egy baptista gyülekezetet, és nagyon megdöbbentett az, hogy az egyik kérés azzal foglalkozott, hogy kerültél a gyülekezetbe. Mindenki ezt kitöltötte, és egyetlen egy ember volt, aki csak úgy magától eljött. Az összes többi ember, aki kívülről jött a gyülekezetbe, egy barát meghívására jött. És elmondták, hogy hát igazából őket akkor még nem is érdekelte Isten, de volt egy barátjuk, aki kedves volt hozzá, aki az élete vonzó volt, és elhívott. Elhívott egy gyülekezeti alkalomra. Így kerültünk el. Nagyon fontos látni ezt az asszonynak, ezt a nagyon fontos szerepét, hogy elment az övőihez, és elhívta őket Jézushoz. És még egy embert hadd mutassak, nem tudom, felismerhetjük, hogy kit szeretne ábrázolni ez a kép. Egy újszövetségi szereplő, nem sokat ír róla a Biblia, az apostolok cselekedeteiben találjuk ezt az Dorkász, más néven Tábita, így van. Annyit olvasunk róla, ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Tudjuk, hogy az emberek nagyon megkedvelték, és valószínűleg nagy áldás volt abban a városban, nagyon megszerették őt, és feltehetőleg sok ember került közelebb az Úrhoz miatta. Annyit olvasunk róla, hogy sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Lehet, hogy ő nem a szavak embere volt. Ő nem érezte volna jól magát, ha egy több ezres tömeg elé állítjuk, de szerette szolgálni az embereket. Szeretett jót tenni az emberekkel. És nem egyszer hallottuk azt emberektől bizonyságtételben, hogy valaki a gyülekezetből meglátogatott. Valaki a gyülekezetből segített nekem. Felvágta a fát az udvaron, lenyírta a füvet. És ez olyan sokat jelentett nekem, hogy egyszerűen megérintette a szívemet. Én kimondhatatlanul örülök annak, hogy a gyülekezetünkben van és jól működik a karitatív csoport, amik megtalálja az ilyen embereket, amik kinyúlik az ilyen emberekért, és szolgál, szereti az ilyen embereket, akik szükségben vannak. Nagyon fontos, hogyha felismered magadban azt, hogy te hajlamos vagy erre is, és ez közel áll a te jellemedhez, ahhoz, ahogy téged teremtett az Úr, akkor ismert fel ezt is, add, hogy ez tudjon növekedni az életedbe. Használd ezt arra, hogy embereket elérhess az Úrnak. Sok mindent lehetne még bibliai alakokról beszélni. Nagyon sok típusú ember van még az igében. De ami tény az az, hogy Jézus téged és engem is elhívott arra, hogy emberhalászok legyünk. Az is tény, hogy nem vagyunk egyformák. Nagyon valószínű, hogy az elhívásunk sem teljesen ugyanolyan. Nem ugyanaz lesz a te feladatod, mint az enyém, és a melletted ülőnek sem az lesz a feladata, mint neked. De Isten adott neked egy elhívást, ami közel áll hozzád, amiben te beleillesz, ami rád illik. Én nagyon sokat szenvedtem a hívő életem elején azzal, hogy olyan szolgálatokat szerettem volna betölteni, amik nem illettek rám. Olyan módon akartam Istent szolgálni, ami nagyon távol állt tőlem. És szenvedtem én is, meg azok is, akik felé szolgáltam. De amikor megtaláltam azt a módot, ahogy engem Isten teremtett, ahogy engem megalkotott, ami közel áll hozzám, amiben érzem azt, hogy Isten engem használ, ez egy hatalmas áldás lett nekem is, és másoknak is. És én ezt tudom
tanácsolni Isten igéjéből, hadd olvassam fel még egyszer Jézusnak a szavát, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal ott hagyták hálóikat, és követték őt. Sokat lehet tanulni itt a tanítványoktól, hogy nem haboztak. Nem mondták azt, hogy Jézus, adj néhány hét gondolkodási időt, még nem győzte meg minket teljesen, még szeretnénk ezt jobban átgondolni, hogy megéri ez nekünk. Azonnal ott hagyták a hálóikat, és követték Jézust az ismeretlenbe. Erre hívok ma mindenkit, hogy kövessük Jézust. Azon az úton, amerre téged hívott, hogy emberhalász legyél. Nekem nagyon fáj a szívem azokért, akik, ha elképzeljük ezt az emberhalász leírást, olyan, mintha egy csónakban ülnénk a gyülekezetben, és mellettünk az emberek fuldokolnak a vízben. És milyen rossz lenne látni azt, hogy megy ez a csónak, és nem emeli be az embereket a csónakba, hanem csak elmegy mellettük. Odaadunk nekik egy szórólapot, vagy csak áldást kívánunk nekik. Ezek az emberek arra várnak, hogy valaki beemelje őket egy csónakba. Erre hívott el téged és engem az Úr, hogy emberhalászok legyünk. Hogy hét többi napján is, hétfő, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton emberhalászok legyünk. A munkahelyünkön, a szomszédunk körében, a családunkban, hadd húzzam alá háromszor a családot. Azt mondja az ige, hogy ott kell először helytállnod a családodon belül. Emberhalászok legyünk. És láttunk sok példát, akár egy Péter típusú embert, egy Pálit, Dorkász, a vak ember, vagy a Samária asszony, és nagyon sokáig lehetne még folytatni, de valahova te is beillesz. Van egy olyan szerep, amit Isten rád öntött. És én mikor készültem erre a délelőtre, annyira örültem, hogy ahogy nézegettem ezeket a bibliai típusokat, jöttek elém az emberek, a nevek a péceli gyülekezetből, hogy ó, hát ő is ilyen, ő meg olyan. És láttam, hogy egymás után látom, hogy vannak a gyülekezetünkben Péterek, vannak Pálok, vannak Samária asszonyok, akik hívogatnak, vannak Dorkászok, akik szolgálnak. És olyan jó lenne, hogyha tudna ez még növekedni, tudna gyarapodni, tudná magunkat képezni, hogy ezt minél jobban tegyük, hogy minél jobban végezzük az Úrtól kapott munkát. Arra hívok ma mindenkit, hogy keressük ebben az Úr akaratát, és egyetlen dolog, amire szükség van, az az akarás. Hogyha Péter nem akarta volna követni Jézust, megtette volna, ezért van szabad akarat, és mondhatta volna azt, hogy Jézus, bocsáss meg, de nem, nekem munkám van, én nem fogom ezt tenni. Nem hagyok itt mindent csak a te kedvedért. Félre ne értjük, nem arról van szó, hogy Jézus mindenkit teljes idei munkára hívna, de hogy hív téged egy nagyon becses és értékes feladatra, az viszont tény. És erre kétféleképpen válaszolhatsz, azt mondod, hogy igen, vagy az, hogy nem. Többféle verzió nincs. Hogyha nem mondasz igent, akkor nemet mondtál ezzel. És én erre hívlak, hogy legyen ez a mai nap, a te napod, mikor azt mondod az Úrnak, hogy igen, Jézus, én követlek téged. Azonnal ott hagyom azt a sok mindent, amiben belekeveredtem te nélküled, és emberhalász akarok lenni veled. Te vagy az, aki ott vagy a csónakban, aki lecsendesíted a vihart, aki a vizen jársz, és aki parancsolsz a szélnek, de én ott akarok lenni melletted a csónakban, és segíteni azzal, amit rám bíztál. Amen.